Üdvözöllek a csatornámon. Ebben a videóban egy McFarlane által készített Doom Slayer figurát fogunk megnézni a Doom Eternal játék alapján. Eredetileg a zöld verziót szerettem volna begyűjteni, de ahogy azt tapasztaltam, manapság elég nehéz hozzájutni ahhoz a variánsához ennek a figurának. Viszont szerencsére azért a piacon még előfordul egy-egy alternatív színezetű változata ennek a darabnak. Így ahogy az itt látható is, ez egy Phobos variáns, mert hogyha játékban különböző challenge-eket megcsinálunk, konkrétan hozzáköthetően az életekkel spórolunk, akkor megkaphatjuk ezt a színezetű páncélt is. Minden esetre én azt hiszem, hogy a kiadott verziók közül talán ez az egyik legimpozánsabb. Na de, nézzük is meg magát a figurát, és ahogy említettem is, ezt a figurát használtam, vettem, tehát így a doboza már nem került hozzám, így ezt nem tudom megmutatni. Kezdőkörben megnézzük a méreteit, jöjjön Ray, és mellé illesszük korábban már bemutatott Doom Marine-ünket, és látható is, hogy a Slayer hozzá képest egy icipicivel magasabb is. Centiméterben pedig ez azt jelenti számunkra, hogy a Doom Slayer, ha a fejét nézzük, akkor 18,5 cm környékén mozog. Hozzuk egy kicsit közelebb. Esztétikai szempontból én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon szépen eltalálták mindazt, amit a játékban is láthattunk. És ennek a figurának sokkal a masszívabb a lábazata is. Bár az eredeti dungája sem volt éppen vékony, itt viszont a páncélzat miatt sokkal a robusztusabb érzetünk van. Én kifejezetten kedvelem ezt az új páncélzatot is. Mert hogyha minden oldalról megnézzük, akkor nagyon-nagyon szépen mutat. Úgy kifejezetten tetszető számomra, hogy a figuránk vizorja az ilyen picit tükröződős, feketére lett megfestve, hogy nagyon-nagyon jól mutat. És hogyha fény éri, akkor természetesen nagyon szépen tükröződik vissza. Kiegészítők tekintetében ez a figura sem lett túltolva. Alapjáraton ugye érkezik hozzá a Super Shotgununk, amit a játékban is rendszeresen használtunk. Részletek itt is szépen meg vannak oldva, illetve ugye a festés is nagyon szépen mutat. Összehasonlítva a Doom Slayer-es változattal, azt kell mondani, hogy a Doom Slayer shotgunja picivel fényesebb, ezüstös festést kapott, illetve ugye az alsó részen egy barnás festéssel lett megtoldva, úgyhogy kevésbé unalmasnak mondható, mint a klasszik dumgályos változat. Illetve ugye az alkarról becsatolható penge is itt van, és itt is összehasonlíthatjuk a dumgályos változattal, és látható is, hogy a hátsó része, amely a karból, amelyet a karra csatolhatunk, ugye itt ilyen bronzos árnyalatot kapott, míg a dumgálynál ez zöld. És ugyancsak
különbség, hogy a dungájunknak az üstös festés, itt pedig inkább ez a használtabb, bronzosabb beütésű árnyalatot kapott a pengerész. Most pedig akkor nézzük meg a figuránk artikulációját. És hasonlóan a dumgájhoz, ő is megkapta a hátra csatolható plazma fegyverét, amely több irányba mozdítható. Ugye a fegyver felső része ilyen kömcsuklón helyezkedik el, így ennek a pozícionálása nagyon jól működik. És hogyha nagyon szeretném, természetesen akkor ilyen neutrálabb beállásba is oda tehetjük a figuránkat. Fordítsuk is hátra. Vállemezek szintén mozdíthatóak. Ha szeretnénk, akkor ezzel is el tudunk játszadozni. Fej egész jól előre és hátra dönthető, de nyilván meg lesznek a akadályozási pontok. Oldalra ki tudjuk billenteni a fejet, ami természetesen azt jelenti, hogy teljesen körbe is tudjuk fordítani. Karjait tűrhető módon fel tudjuk emelni. Körbefordítani is meg tudjuk csinálni. Bár itt is némi limitációba fogunk ütközni. Könyökben szimpla üzlettel fogunk találkozni. Illetve a készfejet teljesen körbe tudjuk fordítani, és itt is egy icipicit fogunk tudni rajta mozdítani. De tekintve, hogy milyen durva páncélzat van magán a figurán, ez jelentősen csökkenti azt, hogy artikuláció tekintetében mit tudunk kihozni ebből a darabból. A mellkast szépen be tudjuk mozdítani, és ahogy látható is, nagyon ügyesen megoldották azt, hogy itt a hasi rész, az egy külön szelvény, így az is állítható külön, hogyha szeretnénk. Oldalra szépen ki tudjuk billenteni előre és hátra, viszont már annál kevésbé, bár ahogy az látható is, hátra inkább be tudjuk dönteni, mint előre. Egész tűrhető terpeszt ki tudunk hozni belőle. A lábát szépen fel tudjuk emelni, bár itt is tényleg a páncélzat és a kialakítás miatt ez eléggé limitált, illetve hátrafelé is be tudunk dönteni egy picikét vele. A lábát oldalra ki tudjuk billenteni, illetve hátra is tudjuk emelni, de itt is csak egy szimpla izülettel fogunk találkozni, így relatíve limitált a lehetőségünk. Utolsó artikulációs pontunk pedig maga a lábfej lesz. Itt is megint csak a páncélzat az, amely limitálja jelentősen a mozdítást, viszont ahogy látható is, elég masszív lábakon áll maga ez a figura, így hogyha megérkezett volna a talp is hozzá, akkor sem kellene használnunk, tekintve tényleg nagyon masszívan le tudjuk állítani ezt a figurát. Összegezve nem egy rossz figuráról van szó, és tényleg azt hiszem, hogy a Doom rajongók elégedettek lehetnek ezzel a molddal. És tényleg az, hogy különböző színezetekben is megjelentették, szerintem egy remek ötlet volt. És reménykedem benne, hogy majd a készülő és jövőre elvileg megjelenő Doom The Dark Ages-hez is kapunk egy variánst. Ezek tényleg remekül mutatnak a polcon. Rajongóként azt mondom, hogy érdemes beszerezni egy-egy darabot ezek közül. És pláne, hogyha valaki szereti a páncélos ruházatú karaktereket, ahogy én is, akkor szerintem nem is kérdés, hogy
érdemes ezt a darabot beszerezni. És tény, hogy a páncélzat miatt limitáltabb a mozdíthatósága az egész figurának, de én azt hiszem, hogy még így is nagyon szép pozitúrákat ki tudunk hozni belőle, hogyha nagyon szeretnénk. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkold, kommentáld és iratkozz fel. Köszönöm a figyelmet. Hello, hello!